Köszöntjük a kedves nézőinket, itt vagyunk újra, hétköznapig visszatértünk, legújabb gyors talpalóval. Arról fogunk beszélgetni, hogy mik voltak azok a lépések, amik oda vezettek, hogy az ember eljutott az űrbe. Space, the final frontier. Az emberiséget már a kezdetektől fogva foglalkoztatta az, hogy mi rejlik a felhők fölött. Ennek több fikciós és nem fikciós mű is utána járt, mondjuk egy nagyon híres példát, Verne Gyula tollából, az utazás a hold körül. Az első ilyen komolyabb értekezés ebben a témában 1903-ban jelent meg, Konstantin Eduardovics Csajkovszki tollából. Konstantin Eduardovics Csajkovszki. A világűr felfedezése reaktív eszközökkel című művet 1903-ban jelentette meg, amiben azt taglalja, hogy mi kell ahhoz, hogy egy rakéta elhagyja a Föld légkörét. Ezt első kozmikus sebességként definiálta. Az első kozmikus sebesség, alias körsebesség, azt mutatja meg, hogy mekkora sebesség kell ahhoz, hogy egy jármű, rakéta, légijármű, űrjármű Föld körüli pályára tudjon állni és keringeni tudjon a Föld légkörében. Az orosz tudós, eme munkásság ezen kiadványa, több későbbi tudóst is megihletett. Ilyen volt például Robert H. Goddard, aki 1919 kiadta az extrém magasságok elérésének módszerei című művét, amiben leírta, hogy hogyan is lehetne egy rakétát, egy folyékony hajtóanyaggal felszerelt rakétát kiuttatni a világűrbe. És 1926-ban Robert H. Goddard el is érte azt, hogy felemelkedett egy rakéta az ő kertjében, amely rakétának egyébként Nell volt a neve, felröptette nem nagy magasságokba, de ez volt az első próbálkozás annak, hogy hogyan is lehet egy folyékony hajtóanyagú rakétát feljuttatni. Az orosz úriember munkás a német kutatókat is megihletett, ilyen volt például Hermann Oberth és Werner von Braun. Ugye ők Hitler égisze alatt kutatták ki és kísérletezték ki az első ballisztikus rakétát, aminek V2 volt a neve, aminek alapvetően nem az volt a célja, hogy eljusson az űrbe, hanem csapást mérjen a Hitler ellenfeleire, de mégis ez volt az első olyan jármű, amivel át tudták törni az atmoszférát, amivel ki tudtak lépni a bolygó légköréből, és egy pillanatra ugye a rakéta fenn is maradt a világűrben, majd lepottyant. A második világháború után a szövetségesek az Operation Paperclip kapcsán német tudósok és német matematikusok és német fizikusok szolgálatait kérték, hogy az amerikai ügyet, az amerikai álmot tovább vigyék. Ennek kapcsán Werner von Braun is Amerikába érkezik, ahol elkezd dolgozni a Saturnus 5 nevezetű rakétán, az amivel ugye kilövik majd a jövő az asztronautákat a hold irányába. A második világháborút követően elindul a fegyverkezési verseny, amit hidegháborúnak hívunk, és mind a két szuperhatalom, Amerika és a Szovjetunió is azon volt, hogy minél előbb feljusson az űrbe. Már 1955-ben Eisenhower, amerikai elnök bejelentette, hogy műholdat, alias szatellitet fognak az űrbe tenni. Egy hétre rá a Szovjetunió is bejelentette ugyanezt a szándékát. Ezt az első futamot a Szovjetunió nyerte, ugyanis ők voltak az elsők, akik egy ember által készített mesterséges műholdat küldtek föl a világűrbe, ez 1957. október 4-én történt meg, és Sputnik névre hallgatott ez a műhold. Még ugyanebben az évben felküldték a Sputnik 2-t is, a Laika névre keresztelt kutyus társaságában, ő volt az első állat az űrben. A Sputnikot Amerika lóhalálában követte, ugyanis 1958-ban küldték föl az Explorer 1-et, ami az első amerikai műhold volt. Mivel Amerika érzi, hogy a Szovjetunió minden sarkon előttük jár, ezért 1958. október 1-ével megalapítják a NASA-t, ami a Nemzeti Repülési és Űrhajózási Hivatal. A NASA nem is nagyon tétlenkedik, ugyanis 1959-ben beindítják a Project Mercury-t, ami arról szól, hogy végülis embert küldjenek nemcsak a Holdra, hanem az űrbe is. De ezt a futamot is a Szovjetunió nyerte meg, ugyanis 1961. április 12-én a Vostok 1 fedélzetén fellőtték Juri Gagarint, ezzel ő lett az első ember a világűrben. 1963. június 16-án a Szovjetunió az első nőt is fellőtte a világűrbe, Valentina Tereskovát, ezzel szintén lekörözve Amerikát és az egész világot. Amerika az első embert 1961. május 5-én lőtte föl a világűrbe a Freedom 7 fedélzetén utazó Alan Shepardot. Mivel az amerikai népnek kellett valami inspiráció, hogy ne csalódjanak, ne ábránduljanak ki az űrprogramból, ezért 1961. május 25-én John F. Kennedy beszédében megígérte az amerikai népnek, hogy 1970-ig a Holdra embert fognak rakni. We choose to go to the moon. Ezzel lekörözve a Szovjetuniót és átvéve a vezetést,
helyezést az űrversenyben. Kennedy bejelentését követően a NASA nem volt rest, és elkezdte azokat a módszereket, azokat a metódusokat kikísérletezni és kipróbálni, aminek segítségével a NASA majd embert fog tenni a Holdra. Ilyen volt például az űrben történő dokkolás. Ugyanis úgy szerettek volna a Holdra szállni, hogy két egységet lőnek föl. Ők a világűrben találkoznak, és együtt mennek a Holdra. Abból az együttes egységből leküldik a Holdra azt a modult, amivel ugye Neil Armstrong és Buzz Aldrin is leszállt a Holdra, és visszafele pedig ugyanígy fognak jönni, hogy felszállnak a Holdról, találkoznak a fönt hagyott légköri pályára állított modullal, összekapcsolódnak, összedokkolnak, és úgy jönnek vissza a Földre. Úgyhogy ebben a Gemini programban ezeket a metódusokat tesztelték ki, meg ugye az űrsétát, hogy hogyan tudnak hasznos munkát végezni az űrjárműveken, űrséta közben. Erre szolgált a Gemini program. Ez alatt az idő alatt, amíg Amerika azon dolgozott, hogy embert rakjon a Holdra, az oroszok sem voltak tétlenek, és megalkották a Soyuz űrkabint, amit az űrkutatásban és űrutazásban mind a mai napig használnak. Az amerikaiak a Holdra szállás projektnek az Apollo Fantasy nevet adták, és ebből az első csapat, az első legénység egy teszt közben sajnálatos balesetet szenvedett, és mind a hárman bent égtek a modulban, belobbant a tiszta oxigén, és ezért sajnos mindenki szörnyet halt. A Holdig először az Apollo 8 jutott el 1968-ban, majd egy évvel később, 1969. július 20-án megtörtént az Apollo 11 fedélzetén a Holdra szállás. Neil Armstrong és Buzz Aldrin voltak az első emberek a Holdon. It's one small step for man. Ezzel Amerika ebben a versenyben legyőzte a Szovjetuniót. A Szovjetunió volt az első, aki 1971. április 19-én egy űrállomást létesített az űrben, tehát egy olyan állomást, ami ugye folyamatosan kering a Föld körül, és oda érkeznek meg ugye a Szojuzzal az orosz űrkutatók. Ennek Szaljut 1 volt a fantázia neve. Amíg a Szovjetunió maradt a Szojuz űrkabinnál, addig Amerikában megszületett az igény, hogy többször használatos űrjárművet hozzanak létre, amik ugye hasonlítanak a repülőhöz, tehát hogy úgy szállnak le, mint egy klasszikus repülő ugye leérkezésnél. Ez volt ugye a Space Shuttle program, ugye az űrrepülőgép program, űrsikló program. A prototípus ugye az Enterprise volt, de az első űrrepülőgép, amit konkrétan fellőttek egészen a világűrig, 1981. április 21-én az a Columbia volt. És ezek az űrrepülőgépek, űrsiklók egészen 2011-ig használatban voltak. Ezek az űrrepülőgépek arra voltak tervezve, hogy összesen 100 kilövést kibírjanak, vagy 10 évig legyenek használatban. A tesztgéppel együtt a NASA összesen 6 űrrepülőgépet gyártott le. Ugye a tesztgép volt az Enterprise, az első volt a Columbia, ezután jött ugye a Challenger, ami sajnos 73 másodperc után felrobbant a légkörben. Üzemanyag, tank és rakéta meghibásodások vezettek ahhoz, hogy az egész Challenger felrobbanjon. Ezt követték a Discovery, az Atlantis és az Endeavour űrrepülőgépek, amik már, mint ahogy említettem, 2011-ig használatban voltak a NASA-nál. Azért nemzetközi szinten sem volt rest a világ, mert 1998. novemberében elkezdték összerakni a nemzetközi űrállomást, aminek tulajdonjogát és szereplőit több nemzetközi egyezmény szabályozza. Ez a nemzetközi űrállomás, ez ugye folyamatosan fent van még mindig a Földnek a légkörében, és rajta végeznek több kutató munkát, űrkutatás, milyen hatással van az emberre az űr, a emberi testről még több kutatások, szóval ott még mind a mai napig ott fönt a nemzetközi űrállomáson történnek kutatások, és történnek oda fellövések, különböző missziók. De hogy ne csak amerikaiakat vagy oroszokat említsünk, azért a magyarok is jelen voltak a világűr szintérén. A leghíresebb magyar űrhajós, ugye Farkas Bertalan, akit ugye a Szovjetunió kiemelt. Ugyanis Farkas Bertalan itthon egy vadászgéppilóta volt, és amikor a Szovjetunió létrehozta az Interkozmosz programot, hogy a különböző tagállamok legrátermettebb embereit ugye felvigye a világűrbe, ugye Magyarország delegálta Farkas Bertalant, és a Szovjetunió őt választotta. 1978 és 80 között a Szovjetunió területén Farkas Bertalant kiképezték az űrutazásra. 1980. május 26-án a Soyuz 36-os űrkabinnal kilőtték Farkas Bertalant a világűrbe, és a Szaljut 6 fedélzetén látott el tudományos feladatokat. Farkas Bertalan volt az az ember, aki fölvitte a világűrbe a pille dózismérőt, ami arra szolgált,
kell, hogy az űrben fennálló különböző kozmikus sugárzásokat az emberi testen tökéletesen tudják mérni, ezzel ugye megóvva az asztronauták egészségét. Az űrkutatás tudományos szinterén is jelen volt egy magyar, nevezett Kálmán Tódor, alias Theodor von Kármán. Képészmérnök, fizikus, alkalmazott matematikus. Ő nevéhez köthetjük a Kármán határt, ami ugye fölfele 100 kilométernél húzható meg, ugye ezt kiszámolták. Nem pont 100 kilométer, de ugye fölkerekítették ezt az értéket, és ez a határ jelzi ugye a világűr határát. Tehát aki már 100 kilométer fölé tud emelkedni, akkor ő már a világűrben van. Az űr és az űrutazás nem csak a tudományos fantasztikus irodalmat és azt ugye a science fiction-t iklette meg, hanem azért a filmművészetet is. Ugye kérdezhetnétek, hogy miért vagyunk most itt a Málnánál, miért itt forgatunk? 2015-ben kijött a Mentő Expedíció című film, ami egyébként egy könyvadaptáció, és a könyv címét rendesen a Marsinak fordították, úgyhogy én a filmre is így fogok hivatkozni, hogy a Marsi. Azt a filmet nagy részben Budapesten forgatták, és a bálna, a mögöttünk látható bálna szolgált a NASA központjául a filmben. De hogy ne csak modern alkotásokat említsünk, az egész űr, mozi, űrfilm, szubzsáner, keresztapja, alfája, omegája, a 2001 űrodüsszeia, ami 1968-ban került kiadásra, korát rendesen meghazudtoló és korán túlmutató speciális effektekkel mutatták be, hogy milyen is az űr sötétje. Beszélhetünk még ugye az 1995-ös Apollo 13-ról, ami azt mutatja be, hogy Neil Armstrong holdra szállása után az Apollo 13 legénysége hogyan is próbál meg újra eljutni a Holdra, de egy meghibásodás, egy műszaki hiba miatt sajnos csak megkerülik a Holdat és hazajönnek. 2015-ben kijött a Marsi, 2018-ban pedig kijött a First Man, ami Neil Armstrong életéről szól. Ha űrfilmekről beszélünk, akkor nem mehetünk el szó nélkül a 2013-as gravitáció mellett. Ugye Sandra Bullock, George Clooney fenn az űrben, kvázi egy űrkatasztrófa film, ugye a szemét, az űrszemét belecsapódik az űrállomásba, és Sandra Bullock eléggé, hát, életveszélyes szituációba kerül azzal, hogy fent ragad az űrben. A gravitáció nagyon jól bemutatja azt, hogy az űrben nem terjed a hang, és ez egy milyen félelmetes, és marcangoló, és depresszív élményekhez tud vezetni. Meg ugye a levegő megvonás. A 2014-es Interstellar Christopher Nolan tollából az űrutazás egy olyan aspektusát mutatja be, ami a fekete lyuk. A tér két pontja közötti ugye levágás, tehát ugye lyuk a valóságnak a szövetén. Hogy nézhet ki egy ilyen fekete lyuk, meg hogy mik lehetnek a hatások, mi így az asztronautákat éri, hogyha átmennek egy fekete lyukon? Ezt ugye az Interstellar alkotói kikutatták Neil deGrasse Tyson segítségével, egy kellemes és fogyasztható és hiteles módon prezentálták a nagy érdemű elé. Na de most már a nap se süt ránk, úgyhogy lekerül a napszemüveg. Szóval még a gravitációnál azt érdemes elmondani, hogy egy új technológiát, egy új filmkészítési technológiát fejlesztettek ki annak a filmnek az elkészítése során, ugyanis megépítettek egy ilyen LED gömböt, amiben ugye belehelyezték a színészeket, hogy az űrben fennálló fényviszonyokat a lehető legmagasabb, maximálisabb érzettel vissza tudják adni a kedves mozinézőknek. George talpalunk végére érkeztünk, hogyha nem hiszed, amit a videóban láttál, akkor járj utána. Hogyha szeretnétek még ilyen tudományosabb jellegű George talpalokat látni, akkor írjátok meg nekünk kommentben, hogy milyen témákat dolgozzunk föl. Ha még nem tetted meg, akkor ne felejts el feliratkozni, nyomd be a harangot, hogy minden értesítést megkapj, lájkolj, kommentelj, oszd meg a videóinkat, és a következő videóig, sziasztok! Szovjet-orosz országban a vodka iszik téged.